A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Gondolom talán egyetértenek velem abban, hogy Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a kultúra városa, hanem sportváros is. Az elmúlt időszakban nagyon sokat köszönhettünk, ha úgy tetszik, az elmúlt 100 évben is a székesfehérvári máv előrének. Aztán jött egy olyan időszak, amikor egy kicsit megszűnt az odafigyelés, azt gondolom, hiszen számtalan sportág eltűnt a máv előre kínálatából. Így aztán nagy örömmel vettük tudomásul, hogy elindult felfelé ez a klub, hiszen most már talán mondhatjuk azt, ha a röplabdás sikereket nézzük, hogy újra szárnyalnak, és számtalan új sporták is felkerült a palettára. Vendégem pedig Tálos Péter, a MÁV előre klub elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok. Nagyon fontos az ön megjelenése, illetve hát elindult egy olyan folyamat, amelynek mentén azt hiszem, hogy a sportrajongók ismét a kék-fehér színekért szurkolhatnak, ráadásul magas szinten. Ez most egyelőre még a röplabdát jellemzi, de azt hiszem, hogy számtalan sportág van, amelyet meghonosítottak, és ami nagyon-nagyon fontos. És ez tulajdonképpen ezért indítottuk útjára ezt a sorozatot, hogy a sportágok kiválóságait bemutassuk, de nyilvánvaló, hogy kell ehhez egy elnök is. Ahhoz azonban, hogy az indítatását addig eljussunk, nagyon-nagyon fontos az előélete, tehát az a szakmai élete, amelynek mentén azt hiszem, hogy hazánk egyik, azt mondom, hogy nem csak ismert, hanem elismert menedzserét is tisztelhetjük önben, annál is inkább, hiszen 2021-ben az év menedzsere lett, de erről majd még beszélünk, viszont egy kicsit az előéletéről essék szó, hiszen az indítatásáról kérdezem, hiszen ön egyszerre jogász, illetve közgazdász. Tehát egy fiatal miként választ magának hivatást? Véletlenül elsősorban, és főleg 18 éves korában nagyon kevés ember tudja, hogy valójában mi lesz belőle, én sem tudtam. Én azért lettem közgazdász, mert gimnázium harmadik végén rájöttem, hogy a fizikával olyan mélységig nem szeretnék foglalkozni, hogy én abból felvételizek, és majd az egyetemen is azt tanuljam. És körbenéztem, hogy mi az, amit pár hét alatt meg lehet tanulni, és a történelemre esett a választásom. És így aztán matematika történelemből felvételiztem, abból pedig közgazdásznak lehetett menni. Tehát én így kerültem a közgazdaságtudományi karra a Pécsi Egyetemen, amit azóta egyáltalán nem bánok. Pedig aztán a szüleim óva intettek tőle, édesapám, nagybátyám, nagyapám, ők mind közgazdászok voltak, és mondták, hogy válasszak inkább valami más, de hát én valahogy mégiscsak oda sodródtam, de ez véletlen volt elsősorban. Annál is inkább fontos ez a döntés, mert hogy a mai napig ugye közgazdászként érte el azokat a sikereket, amelyekről nyilván majd később beszélünk. Ugyanakkor folytatta tanulmányait, hiszen jogászként pedig a Károli Gáspár Egyetemen végzett. Ez így van, az egy jóval későbbi döntés volt, az meg ennek két oka volt, az egyik az, hogy meg akartam tudni, hogy képes vagyok-e még mindig tanulni, hogy működik, hogy fog az agyam egy ilyen típusú kihívás esetén, és a jogi egyetem az pont megfelelőnek látszott arra, hogy ezt a tesztet elvégezzem, úgyhogy talán 42 évesen elmentem a jogi egyetemre, és elvégeztem. De semmi szükségem nincs rá igazándiból, de azért úgy örülök, hogy... Idestova 2 évtizede dolgozik a Foxconnnál. Ott, így van. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a MÁV előre is ezt a vállalat nevet viseli, mint szponzor nevet, és azt hiszem, hogy ez egy fontos időszak az ön életében. 2 évtized egy helyen, ráadásul számtalan beosztásban, és most, tehát nyilván most már vezető beosztásban, itthon és külföldön. Én azt hiszem, hogy ez jó döntés volt annak idején. Igen, és ez sem az én döntésem volt valójában, ugye, hogy 24 évvel ezelőtt csatlakoztam egy finn céghez, amelyik aztán a magyarországi leányát eladta egy másik finn cégnek, majd azt az egész másik finn céget felvásárolta a Foxconn, és így kerültem a Foxconnhoz 20 évvel ezelőtt.
teljesen véletlenül sodródtam oda, akkor éppen egyébként Dél-Kínában dolgoztam, a finn cégnek a dél-kínai irodájában, ott voltam az ázsiai pénzügyi vezető, és aztán onnantól kezdve megragadtam ennél a cégnél. Igen, hát ez a negyed század azért bizonyíték arra is, hogy remek szakemberekkel, jó üzleti elképzelésekkel mire viheti, hiszen továbbra is az ország 25 legnagyobb árbevételű cége között van a Foxconn. No, de hát viszont nagyon-nagyon fontos a szerepvállalása, és akkor jöjjön a MÁV előre. A kékfehér színeket nagyon sokan szeretik. Az más kérdés, hogy a MÁV előre pálya eltűnt már, mint ebben az értelemben, hiszen most egy másik klub és más sporták használja. Viszont az gyönyörű szép időszak volt, én azt hiszem a labdarúgó szurkolók és egy csomó más, azt hiszem röplabda szurkolók életében is a 70-es évek közepétől jó ideig, amikor a labdarúgás és a röplabda jelentette az alapot, és természetesen a kézilabda hozzá. Aztán ez megszűnt, de hát erről nyilvánvaló, hogy az akkori időszak vezetői tehetnek, hiszen számtalan válságot kellett volna túlélniük, ami nem sikerült. Hogy jött a szerepvállalása Székesfehérvárra? A Székesfehérvárhoz nekem a Foxconn révén volt kötődésem, hiszen 5 évig itt vezettem az itteni gyárat, a Foxconnak a fehérvári gyárát, és aztán 2014-ben Komáromba költöztünk, de ettől még a kapcsolat megmaradt. Nagyon-nagyon sok fehérvári kollégám van mai napig, akik Fehérváron járnak át Komáromba dolgozni, és egy akkori kollégám, illetve Nagy Róbert, akkori MÁV előre elnök kerestek meg, hogy nem vállalnám-e a MÁV előre elnöki posztját el, mert Robi szeretett volna inkább a röplabdával foglalkozni, és kevésbé magával a klubnak a fenntartásával, működtetésével. Én meg azt találtam nekik mondani, hogy majd ha lejár a JVS elnöki megbízatásom, akkor elvállalom. És aztán 2 évvel később megjelentek tavasszal, hogy akkor ők úgy számolják, hogy most jár le. Tehát így is történt. És akkor én viszont azt mondtam, hogy ha már szavamat adtam, akkor ez legyen így, és 21 áprilisában elvállaltam a MÁV előre elnöki posztját, elnöki tisztjét, miután megválasztottam. Ugye ez a sportág a szíve csücsked egyik oldalról, hiszen a röplabda szövetségben is szerepet vállalt. Ugyanakkor a Tatabányánál a kézilabda egyesület volt, ahol szerepet vállalt. Mai napig, tehát én a TAC-nak is elnökségi tagja voltam, a Tatai Atlétikai Klubnak, ez is egy nagymúltú, ugye Tatán élek, nagymúltú klub, sok sportágas klub, ott a kézilabda az elsődleges sportág, de sok más egyéb is van. De a nagyon-nagyon régóta vagyok elnökségi tagja a Tatabányai Kézilabda Klubnak, gyakorlatilag az volt az első szerepvállalásom, és mai napig tartom ezt a kapcsolatot, és nagyon fontosnak tartom azt a kezdeményezést, amit Zümiék csinálnak, és nagyon nagyra tartom, ahol eljutott az a klub, és mindig ott tudott maradni az élvonal közelében, és ott liheg a két első számú csapat nyakában, holott ilyet töredékéből gazdálkodik a két élvonal, vagy két elit csapatnak. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon szép évet bejárt klubról van szó, és nagyon bízom benne, hogy további sikerek várnak rájuk. És mi is bízunk benne, mert azt hiszem, hogy a férfi kézilabda egy egészen különleges sportág már, mint amely szárnyal, hiszen most láthattuk, hogy a Veszprém bár kikapott, de a Szeged viszont győzött, és azt hiszem, hogy a női kézilabda csapataink pedig csodát mutatnak, bár ez Fehérváron is így történjen, mondom én. Ugyanakkor a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének tagjaként elkötelezte magát a röplabda mellett. Ez így van, a röplabda az a sportág, ami a legközelebb áll a szívemhez, ennek vannak személyes okai is, a nejem gyakorlatilag gyerekkora óta röplabdázott, illetve röplabdával foglalkozik, fiam is röplabdázik, és azon kívül pedig valójában egy röplabda mérkőzést nézni szerintem az egyik legszórakoztatóbb dolog. Dinamikus, gyorsan változó, ugyanakkor ez egy tiszta sport, hiszen nincs full kontakt, nincsenek vitatható
fizikai érintkezések, és tehát rendkívül szép, és a férfi röplabda, különösen az elit férfi röplabda egy nagyon erőt is mutató. Tehát aki azt szereti, hogyha egy sportban van erő, akkor azért a férfi röplabdában bőségesen van erő. Amikor meginvitálták a MÁV előre elnökségére, akkor nyilvánvaló, hogy áttekintette, hogy hogyan lehet fejleszteni ezt a klubot. Kezdjük most talán a röplabdával, aztán jöhet a többi sportág. Azt tapasztaltuk, hogy a férfiak szárnyalnak, ez egy csoda, annál is inkább, mert számos fiatal válogatott tehetség érkezett, akik részben itt nőttek fel, de aztán olyan légiósok, akik nagyon-nagyon fontosak, és a lányoknál pedig, akiknek, tehát egy kicsit beszélgettünk a beszélgetésünk elején, említettem, hogy én azt az időszakot ismerem még, amikor zsúfolásig megtöltötték a nézők a Voláncsarnokot, ez a Fésűs Irénék, Szacker Zsuzsa, Fellegvári Teodóra, nem sorolom, majd később ugye a Fésűs lányok, Fésűs Irén gyermekei, lányai is csodapillanatokat okoztak, viszont most újra kellett tervezni, nyilvánvaló. Hogy fogott munkához, hogy tekintette át, hiszen azt láttuk, hogy a tavalyi esztendő már abszolút sikereket hozott, és a lányoknál is elindult egy folyamat, ami azt hiszem, hogy majd eredményeket hoz. Hát elsőként is célokat tűztünk ki magunk elé, meghatároztuk, hogy nagyjából hova szeretnénk eljutni. Ami elsődleges célunk a röplabdával az, hogy egy világszínvonalú utánpótlásbázist építsünk ki. Ahhoz, hogy világszínvonalú utánpótlásbázist működtessünk, és ez hiteles legyen, ahhoz muszáj, hogy legyenek jól szereplő felnőtt csapataink. A felnőtt csapatoknak alapvetően ez a legfontosabb funkciója, hogy megmutassák, hogy itt igenis olyan szakmai munka folyik, amelynek az eredményeit lehet látni a nemzeti bajnokságban, és lehetőség szerint nemzetközi szintéren is. Ez elengedhetetlenek ezek a csapatok. A férfi csapattal a tavalyi évben picit több szerencsénk volt, és ott egy nagyon komoly munka folyt, aminek az eredményeképpen gyakorlatilag ott voltunk, hogy a bajnokság megjelenése is szóba került. Nyilván ez nem jött össze így az első évünkben, ettől mi egy csöpet sem vagyunk szomorúak. Nagyon bízunk benne, hogy az idei esztendőben döntően ugyanazzal a csapattal, de erősödve, még jobban összeszokva, komoly esélyünk van arra, hogy magyar bajnokok lehessünk. Tehát a legendás vidéki fellegvárakat kell itt ehhez legyőzni, ugye a Kaposvárt és a többieket. Igen, hát igazándiból őszintén megmondom, a Kaposvár az, akik az elsődleges ellenfélnek számítanak, bár minden extra igás csapatban benne van az, hogy komoly nehézséget okozzon és megnyeri a bajnokságot. Nagyon sok nagy múltú csapat van, igen, vidéken főleg, de Budapesten is azért a pénzügyőrnek nagyon szép az utóbbi néhány évének a története, a rekordja, ha úgy tetszik. Tehát azért ez nem egy könnyű pálya, de mi úgy gondoljuk, hogy keményen dolgozunk, és nagyon jó eséllyel odaérünk. A lányoknál az előző szezon nem sikerült ennyire fényesen. Az alapvető célt azt elértük, bennmaradtunk az extraligában. Ez mindenképpen fontos volt, mert kiesni és visszakapaszkodni az irdatlan nehéz dolog. Viszont nagyon fontosnak éreztük, hogy a lánycsapat is egy olyan erős brigád legyen, akik eséllyel tudnak pályázni akár éremre is a bajnokságban, majd meglátjuk, mi lesz belőle, de az esélynek ott kell lennie, ez az egyik, a másik pedig olyan csapatnak kell lennie, amelyik kötődik Fehérvárhoz. Ezért aztán, amikor újra gondoltuk a játékos állományt, akkor nagyon nagy szeretettel állapodtunk meg fehérvári nevelésű játékosokkal. Így aztán van is jó pár fehérvári nevelésű játékos az együttesben. Akik követik a csapatot, tudják, hogy Tálas Zsuzsi újra játszik, Vacsi Evelin, Rossi Bianca, tehát ők itt vannak a csapatban, ők helyi nevelésű játékosok, akik értelemszerűen, mivel nem volt itt olyan színvonalú felnőtt csapat, elmentek máshol játszani, de egyébként nem fehérvári nevelésű, de nagyon komoly
magyar játékosunk is van, aki jött haza, ugye Ballag Ági Franciaországból jött haza. Egy nagyon-nagyon erős csapat, és bár vannak légiósok, légiósok nélkül ma az extraligában nem lehet eredményt elérni, a női extraligában pláne nem lehet eredményt elérni, de azért nagyon sokan vannak fiatalok, akik itt a klubban nőttek fel, vagy egy ideje már itt a klubban erősödnek, és most beépítésre kerülnek a felnőtt csapatba, és vannak, akik fehérvári születésűek, nevelkedés, Fehérváron nevelkedtek. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy szerethető erős csapatunk van, akik az edzőmérkőzéseken meg is mutatták, hogy mire képesek. Egy nagyon-nagyon szép játékot láthattak azok az érdeklődők, akik elmentek és megnézték őket az elmúlt. Igen, hát Evelyn és Daphne jön hozzám beszélgetni, természetesen ők is a fiatal tehetségek közé tartoznak. Nagyon-nagyon fontos az az út, amit elindított. A férfiaknál viszont nyilvánvaló, ugye beszéltünk itt Pénzügyőr Kaposvár rivalizálásról, hát kellenek a légiósok ide is, de viszont, ahogy megfigyeltem, nem tettek le a fiatal tehetségek neveléséről. Nem, abszolút nem. Amikor az NB1-ben az volt a cél, hogy az NB1-et megnyerjük és felkerüljünk az extra ligába, akkor elsősorban olyan fiatal tehetségeket kerestünk, akik nem kapnak játék lehetőséget, akiknek játék lehetőséget adva, őket megerősítve belőlük komoly játékos lehet, és van is köztük olyan, akinek ez annyira jól sikerült, hogy a válogatottól a pemberévé vált. Ez nagyon-nagyon fontos. Az utánpótlás pedig mindenek felett. Akkor, amikor, és a klubépítésnek fontos része az is, hogy számtalan most már ugye 10 sportág képviselteti magát, vagyis 15 a MÁV előre színeiben, és különleges sportágak is vannak. Hogy választottak, illetve hogy lehet forrást teremteni arra, hogy ezek a sportágak meg is maradjanak? Hiszen nyilván, amit elkezdtek, az ön pályafutását ismerve, az természetes, hogy ezt szeretné, ha nem is csúcsra járatni, de egy folyamattá tenni. Igen, szeretném végvinni, amit elkezdtem, abszolút. Ugye mindegyik sportággal más a helyzet. Alapvetően a sportágakat vagy megörököltük, mert már előre a MÁV előre berkeim belül voltak, vagy pedig jelentkeztek, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, aminek nagyon-nagyon örültünk. A MÁV előre tulajdonképpen ebből a szempontból valamiféle ernyő szervezet. Most dolgozzuk ki annak a metódusát, hogy hogyan tudunk még jobban segíteni egy-egy sportágnak egy probléma megoldásában. De gyakorlatilag minden sportágunk, minden szakosztályunk önállóan működik, önállóan gazdálkodik, önállóan gondoskodik a dolgairól, és mi megpróbálunk, ha egy-egy nagyobb esemény van, vagy egyéb olyan dolog van, ami túlmutat az ő erejükön, akkor ott segíteni nekik. Pénz, paripa, fegyver, sajnos erről beszélgetnünk kell, hiszen nyilvánvaló, hogy a 15 szakosztálynak jelentős költségei is vannak. Ez így van, bár nem annyira jelentősek, mint ami az elsőre hangzik, de természetesen mindenkiről valamilyen szinten gondoskodni kell. Nagyon sok szakosztály nagyon szépen ellátja magát, nagyon szépen működik a saját kis költségvetésével. A látványcsapat sportok azok, amik általában nem tudják ezt megoldani. Igen, az egy más kávéház, ott nagyon elszaladtak a költségek. A kézilabdában például anélkül, hogy valami segítség lenne, nagyon nehéz akár egy NB2-es bajnokságban indulni, de ez nekünk most úgy tűnik sikerült, és az NB2-ben szerepel a férfi kézilabda csapatunk, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ennek a pénzügyi alapjait is sikerült megteremtenünk. Hiszen számtalan székesfehérvári játszik, és egy kicsit még ilyenkor mindig megidézzük azt az időszakot, mikor a Szondi és a MÁV előre hatalmas nagy vetélkedést hívott itt ebben a városban. A Szondi ugye egy magasabb szintet képviselt, de hát az attól volt, hogy ott voltak a katonák, de hát a Bartalos fivéreket és a többieket nem feledjük, viszont sokkal több néző volt mindig a MÁV meccseken, hiszen az egy legendás pálya mindig a város közepén, ha úgy tetszik, és örömmel vettük tudomást, hogy ismét működik. Viszont vannak olyan látványsportok, amelyeknek néhány képviselője már járt itt nálam, ami különleges. Igen.
Ezek szintén nagyon fontosak, mert olyan sportágakról beszélünk, amelyekről például Székesfehérváron igaz, hogy nincs múltja, de jövője bizonyosan, és ez önöknek köszönhető. Nagyon bízunk benne, hogy ez így van. Nagyon szeretjük ezeket a sportágakat egyébként. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a Mávelőre egy olyan egyesület legyen, ahova, hogyha bejön egy anyuka kézenfogva a gyermekét, és körbenéz, akkor találjanak valami olyat, ami a gyerek számára izgalmas sportág. És mi nem akarunk senkit sehova irányítani, vagy ráerőltetni, hanem amit szeretne, azt próbálja ki, vagy ami érdekli, azt próbálja ki. És minél szélesebb körben tud választani, annál nagyobb eséllyel találja meg azt a sportágat, amit aztán utána hosszú távon meg is tart, vagy amihez hosszú távon tud ragaszkodni. Nincs kétségem felül. Ehhez viszont nagyon fontos az ön szerepvállalása, és gondolom, hogy egy olyan csapatot gyűjtött maga köré, akik ugyanezt az elvet képviselik. Ezt tettem, így van. A csapat építése, ez egy folyamatos dolog. A klub nagyobb ütemben fejlődik, mint amilyen ütemben képesek vagyunk a csapattal utána menni. Annyira gyors, őszintén megmondom, tehát erre nem számítottunk, hogy az extraligás első évünkben ilyen sikereink lesznek. Tehát egy hatalmas, hatalmas tempót diktál a maga a sport, és a sport fejlődik, megy előre, és mi igyekszünk a csapatot is ehhez igazítani, az adminisztrációt is ehhez igazítani, hogy ezt a fejlődést ki tudja szolgálni. Egyébként, ha akármilyen sportágat nézünk, annak a fejlődéséhez két dolog szükséges. Legyen annak az adott sportágnak egy olyan elkötelezett vezetője, aki szerelmes a sportágába és azt csinálja, és én örömmel mondhatom, hogy mindegyik sportágunknak van egy ilyen vezetője. Illetve, hogyha igazán komoly szakmai munkát akarunk végezni, akkor szakmai tudás is szükséges hozzá. Tehát kellenek olyan szakemberek, akik azt az adott sportágat fejleszteni tudják, előre tudják vinni, az edzőket folyamatosan képezni tudják, különösen ahol sok sportoló gyerek van, sok edző van, ott ez nagyon-nagyon fontos, és hát ebben is lépkedünk előre nagy léptekkel. És ez megerősítést jelent önnek? Hogy beváltak azok a gondolatai, azok a tervei, amelyek hosszú távon is segítik a kék-fehér színek? Mindenképpen. Én nagyon-nagyon szeretem azt, ami a Mávelőrével történik. Nagyon jó érzés, nagy büszkeség nekem látni akármelyik sportolónkat vagy csapatunkat, amikor sikereket ér el. Külön örömöt jelent, hogy például a labdarúgásban, ami az egyik legnehezebb sportág, tekintve azt, hogy annak a finanszírozása az fényévekre van minden más csapatsportágunktól. Ott is sikerült azért előrelépnünk. Én nagyon örülök, hogy mindig volt egy öreg fiúk labdarúgó csapatunk. Én úgy gondolom, hogy ez az öreg fiúk labdarúgó csapat, ez talán az esszenciája mindennek, amit a foci jelent. Amikor az öltözőben a vendégcsapat számára be van készítve a kétrekes sör. Tehát ezek azok a dolgok, amik valaha a focit jelentették, és még most is jelentik. És ez nagyon fontos, hogy ez megmaradjon. Ugyanakkor azért ez kevés egy kicsit ahhoz, hogy az ember a futballtérképen fönn legyen. Úgyhogy mi elkezdtük szerényen, kicsiben. Van egy utánpótlás csapatunk, amelyik most elindult a bajnokságban. Őket igyekszünk terelgetni, segíteni, és majd meglátjuk, hogy hova futunk ki. Látjuk a rést, látjuk azt, hogy Fehérváron azok a játékosok, akik itt nevelkedtek, de mondjuk az NB2-be, NB1-be, esetleg külföldre nem érnek oda, azok nem tudnak hova menni focizni, kénytelenek elmenni a környező falvakba, mert hogy nincsen olyan mondjuk erős megyei egyes vagy NB3-as csapat, ahol ők tudnának itt helyben játszani. Úgyhogy a középtávú célunk az az, hogy egyszer odáig eljussunk, hogy a Mávelőnek is legyen egy erős megyei egyes, megyei egyes bajnok vagy NB3 alsóházában lévő csapata, aki meg tudja szólítani a Fehérváron nevelkedett olyan fiatal srácokat, akik vagy abba adják a focit, vagy el kell menniük 30 kilométerrel lép focizni. Tehát a kék-fehér színek mindenek felettisége azért az működik. Így van. A jövőkép az megvan. Én azt gondolom, hogy legenda teremtődik a Mávelőre klubban, számtalan sportágban, és ezt mi sportkedvelők csak üdvözölhetjük. Mit kívánjak önnek, önöknek?
hát sok szerencsét és egészséget ahhoz, hogy ezt végig tudjuk csinálni, mert azért egy nagyon hosszú távú építkezésnek a legelején vagyunk. Ezt szeretném hangsúlyozni, 2 év telt el. Ez 2 év az semmi. Ahhoz, hogy itt elérjük azokat a célokat, amiket el akarunk érni, ahhoz egy évtizedre van kb. Szükség. Akkor szerencsét és egészséget kívánok, hiszen a szakmai tudás is mindez megvan, hogy ez beteljesüljön. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, hajrá Mávelőre! Köszönöm szépen, hajrá Mávelőre! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én azt hiszem, hogy a Mávelőre klub továbbra is a szívünk csücske, az egyik itt Székesfehérváron, és hát aki teheti, továbbra is látogasson ki mérkőzésekre, megéri. Viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.